Na, sziasztok srácok, itt vagyok ismét egy újabb videóban, és a mai videóban ládákat fog nyitogatni, méghozzá nem akárhogy, mert egész pontosan bekötött szemmel, de jó, hogy beleakadunk a kábelbe, de hát most nem rendtent el attól minket, hogy ládákat nyissunk. Igen, ez sajnálatos módon még mindig egy szimulátor, de bekötött szemmel fog nyitni a ládákat, és ugye a szimulátorban nem könnyebb karakter nyitni, mint a való életben, szóval ugyanaz a drop rate itt, mint a való életben. Ezért is érdekes ez a szimulátor, és itt annyi az előny, hogy több ládád van, mint a való életben, szóval gyorsabban ki tudod nyitni a karaktereket, de a drop rate nem magasabb. De meglátjuk, hogy sikerül új karakter nyitni. Nos, ez a legmegosztóbb sorozat a csatornámon, tehát erről a sorozatról azt kell mondani, hogy nagyon sokan utálják, nagyon sokan meg nagyon szeretik, ezért, hogyha te azok között vagy, akik szeretik, mindenféleképpen lájkold ezt a videót, illetve iratkozz fel, ha szeretnél még több Brawl Stars-os vagy egyéb tartalmat látni tőlem, hisz nekem hatalmas segítség a feliratkozás, és nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkozol, nagyon-nagyon sokat jelent nekem mindenkinek a feliratkozása, és köszönöm szépen, hogyha támogatod a csatornámat egy feliratkozással. Köszi a feliratkozást, illetve a lájkot. És srácok, hogyha ezt a sorozatot te nem szereted, akkor nem tudok erre mit mondani, de nagyon sokan meg nagyon szeretik ezt a sorozatot, és ezért szokott lenni ilyen szimulátor is, mert tényleg nagyon sok ember nagyon szereti, nagyon sok ember nagyon nem szereti, és én tényleg igyekszik minden egyes nézőnek kedvezni, azért van ez a sorozat, tényleg sokan elmondtam most a videó előtt, és én azt mondom, hogy vágjunk is bele a ládanyitásba. A ládanyitás első felében nyitott szemmel, a második felében meg bekötött szemmel fogunk nyitni, szóval így fog felépülni, mert egész videót csukott szemmel nyitnám, akkor az történt, hogy unalmas lenne a videó, hisz lássuk be, nem tudnék nagyon kommentálni igaziból annyira hosszú tartalmat, szóval ezért csak egyik felében lesz bekötve a szemem. Na, választunk is egy ajándékot, múltkor ezt is választottuk már, ezt még szerintem sose választottuk. Szóval nézzük ezt mit tud. Akkor ezt. A lilát nem engedte, 61 gem. Na, a lila. Nem rossz. Not bad. Na, és akkor azt mondom, hogy vágjunk is bele a lálajításba. Hát kezdjünk meg a boxszal. Ja, csak Pemre tudunk nyitni. Már majdnem, szóval srácok, a drop rate-ről csak arra mondjak annyit, hogy minden karaktert ki tudok húzni maxra, ki tudok fejleszteni maxra minden egyes karaktert, mindet. És őket még nem jutottam ki Bibit. Szóval ebből látjátok, hogy nem egyszerű. Pedig már csak Pemre tudok nyitni, és Pemre csak azért, mert a múltkori videónak a legvégén nyitottuk ki, és még nem kezdtem el kifejleszteni. Ó, az internetkábelt elfelejtettem kihúzni, én buta a kutya. A reklám alatt addig, ha ez 26 másodperc lesz, én akkor sírva fakadok. Be lehet x-elni? Mekkora egy fake x volt már, srácok. Újraindítjuk a Brawl Stars, nem érünk meg, srácok, újraindítjuk. Én mutatom az internetkábelt, illetve elmondom, hogy van nekem egy tech csatornám is, amit fel lehet iratkozni a tech csatornámra, link a leírásba, szóval szeretnétek tech videókat látni tőlem, akkor link a leírásba. És folytassuk a ládaítást akkor most már törhetetlenül előre, és remélhetően nyitunk most már végre valami finomságot. Én nagyon-nagyon örülnék egy új karakternek, a Pemet mindenféleképpen ki kéne maxolni, hisz ráfér a Pemre a maxolás szerintem. Ami elég gyorsan meg is fog valószínűleges módon történni, és utána majd a Star Power-öket még gyorsan bearatjuk, és nem sokára kijátszuk. Hoppálé, majom kenyérlá! Ott is az új karakter, na ennek nagyon-nagyon örülök, hát ha még tudunk valami finomságot nyitni esetleges módon, azért mindjárt ki fog derülni a későbbiekben, hogy még jön-e új karakter, de most már nyitottunk egyet, szóval örülök, múltkor 15 perc alatt egy karakter tudtunk nyitni egy Pemet, az nem volt túl jó teljesítmény, úgyhogy folyamatosan meg a boxokat nyitogattunk 15 percen keresztül ilyen sebességbe. Most tehát egész gyorsan jött az első karakter, ennek kifejezetten örülök, remélhetőleg tudunk majd attól függetlenül még valamit nyitni, na most már ő is maxos. Amint Bibi is maxos lesz, utána szerintem lassan ma is be is fogom kötni a szememet, és utána elkezdjük csukott szemmel, bekötött szemmel pontosabban nyitogatni a ládákat, hát ha úgy is fogunk kapni valami finomságot, mondom Bibit még kimaxoljuk, és utána. Tehát a gem vészesen fogy, de nem járjunk meg, hisz van egy csomó goldunk, amiből fogunk majd vásárolni még gemet, hogy el ne fogjon idő előtt a gemecske. Na nézzük közben, hogy eset, 800 gold, igen, na, tehát kimaxoltuk. Akkor jön a szembekötősdi, és meglátjuk, hogy úgy is tudunk esetleg új finom dolgot nyitni. Na várjatok, nem vagyok én csomózó zseni, de eltől függetlenül elvileg a szememet be kell, hogy tudjam, hogy kössem, bár nem biztos, hogy sikerülni fog. Nem, nyugi, srácok, nem felakasztani akarom magam, meg kell nyugodni. Csak a szememet szeretném bekötni valami urias módon. Mondjuk valahogy nagyjából így el tudnám képzelni ezt a szembekötést. Jó, annyit látok, hogy megkeressük a mailboxon van az eger, tökéletes, akkor... Ennek nem volt új karakter hangja.
hát ennek sem. Na igazából beszélgessünk egy kicsit időjárásról. Most egy Bayern München-es sárban itt ülök a kamera előtt, közben egy egeret kattingatok, valami történik a kijelzőn, amit én nem látok, ti viszont láttok. Szóval előttük, már számoljuk, hogy hány minden van. Van egy. Szerintem még nem nyithattunk eddig új karaktert, annak csak lett volna valami hangja. De nem baj, a ládákat szépen daráljuk, és... Közben gondolkozunk azon, hogy vajon miért is jó ez. Aztán rájövök arra, ami biztosan nagyon szórakoztató az, hogy itt ülök, ládákat próbálok nyitogatni, majd nézzük meg, hogy mi történt eddig. Na egyet nyitott szemmel. Jó, úgy sejtem, hogy achievement, akkor ennek volt hangja. Oké, hát let's fucking go, continue. Nézzük, hát esetleg kapunk valami új karaktert. Én nagyon örülnék, hogyha tudnánk még valaki inni, esetleg nem tudom, egy megszed, azt hiszem, hogy még hiányzik. Például tök jó lenne, hogy most már lassan az összes karakter meg lenne, utána kifejleszthetném őket mindegyiket maxra, mindegyiket kinyithatnánk a Star Power, és végre kijátszanám ezt a játékot. Én már nagyon-nagyon várom, és igyekszek, hogy ez megtörténjen minél gyorsabban és minél hamarabb, de egyelőre nem vagyunk annyira közel még ehhez a célunkhoz, de egyre közeledünk hozzá minden egyes meg a box kinyitásával. Ugye azért van ennyire sok gemem, mert egyszerűen már majdnem kijátszottam ezt a játékot, csak az történt, hogy az egész játék újraindult. Minden beállítás törlődött, és emiatt nulláról el kellett kezdenem. Szóval ez kicsit szívás volt, de hát nem törtünk meg. Két új karakter is jött. Két új karakter jött, amíg itt beszéltem. Na ne. Srácok. Jött két darab új karakter. Vagy három. Összesen három új karakter jött. Wow. Yes, srácok. Yes. Hát azért meg a boxok. Mondom, múltkor meg egyáltalán jöttek az új karakterek, most meg úgy látszik, hogy jönnek szépen, ennek összességében örülök, de hát még azért van még itt nyitni. Szóval daráljuk a további abban a meg a boxot, hát ha kapunk még valamit, de most jó, most ennek örülök, hogy jönnek szépen a karakterek. Méghozzá nem is kevés mennyiségben, hanem rendesen. A múltkori videóban semmit nem jutottam lényegében, nem tudom, mennyire vagyok közel a mikrofonhoz. Talán jónak tűnik ez a távolság, de lehet, hogy túl közel vagyok, lehet, hogy túl messze. Sajnos ezt sem tudom, hogy semmit kb. Nem tudok, mivel be van kötve az olyan, és nem látok annyit sem, mint amennyit egy félszemű vak oroszlán fókaróka látna. Bár annyit lehet, hogy látok. Na nézzük, de most egyelőre akkor masszoljuk ezt a két karaktert. És most már csak három karakter hiányzik az egész játékban, nem tudom, hogy feltűnt, de én azt mondtam, hogy Max-et szeretnék nyitni. Erre kaptam Tarát és Mortist. Csak azért sem kaptam meg azt a karaktert, akit szerettem volna. Köszönöm szépen, kereszt szimulátor, de úgy érzem, hogy nyitottunk az úton még valakit. Valamiért én úgy érzem. Ezt úgy érzem, hogy rosszul érzem. Ja. Oké, van még egy kevés gemünk, ezt nyitott szemmel, mert nincs sok, hát, vagy ezer van? Ja, még ezer van, akkor még azért tudunk nyitni. Kinyitjuk ezt a maradék ezer gemet, aztán majd vásárlunk gemet, aztán stb. Szóval nem kell megijedni ez a gem, még elég lesz egy ideig, hisz tudunk vásárolni pénzből is gemet. De egyelőre még daráljunk pár ládát, hátha. Na viszont most már kezdhetem fogyni a gemecske. Mennyire járunk? Ó, még 300, akkor nyitó szemmel kinyitom most, vagy elnyitom. Amennyi bónuszt is kapunk meg gemet. Meg goldot, wow. Oké, elfogyott a gem. Történelmi pillanat. Free megabox, srácok. Free megabox, ide néz. Megértem, ja nem. Tehát, hol tudok vásárolni én gemet? Itt is van. 2000 gem jó lesz? Gyere. Megyünk még. Meg se kottyan, érted? Jó, akkor még nyissunk még meg a boxokat. Ezt mondom, most már nyitott szemmel, srácok. Ilyen hajpántnak használjuk most már, ezt így. Ez így jól áll szerintem. Kiemelje a szememet, nek a szépségét. De mindig folytassuk a nyitásokat, hát ha még valami finomságot kapunk. Én összességében örülnék neki. A jövő héten nem tudom egyébként, hogy lesz, hisz el fogok utazni. De srácok, ha sem megtetél, hova mindenféleképp iratkozhatok fel, hisz mindenki nagy király lesz, aki megnyomja a feliratkozást, nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkoztok. Szóval jövő héten el fogok utazni, síelni haverokkal, és nem hiszem, hogy lesz erre lehetőség, hogy videót vegyek fel. Nincs kizárva, hogy a videónak van valamennyi esélye, hogy lesznek videók. A stream az lényegében én teljesen kizárnám, hogy streamelni fogok onnan, hisz az internet az ott nagyon-nagyon mélyen van. Szóval én a streameket kizárnám, mint opció, de a videókat nem. Én azt mondom, hogy a videónak van mindenféleképpen esélye. Nézd meg, nem jön be az új karakter, véletlenül sem. Szóval a videókat szerintem fogok feltenni, bár streamelni szerintem nem fogok tudni. De a videóban sem vagyok biztos. Tudjátok, ha kimegy az ember haverokkal, akkor
ma nem hiszem, hogy lesz annyira nagy motivációm vagy kedvem videót felvenni, de ha rá tudom venni magam, hogy videózzak, akkor lesz videó. Laptopot, mikrofont viszek, kamerát nem, de facecam nélkül remélhetőleg azért lesz egy-két videó, de ez meg kiderül. Ugye minnyisom egy pár ládát. Egyelőre nem történik semmi érdekes, és mindenféleképpen nyomjatok egy hatalmas feliratkozás, illetve egy lájkot, hogy hatalmas segítség. Nekem is köszi szépen, hogy támogatod egy feliratkozás, illetve egy lájkkal. Szépen nyitunk itt, és megint mindjárt elfogy az a 4000 gem, amit vásároltunk, azt még én kinyitnám. Hát, ha még egy új karakterrel tudnánk esetleg zárni a mai videót, bár kezdem azt hinni, hogy ez az új karakter ma már nem fog megjelenni még egyszer nekünk, hisz ma már háromszor meg is jelent nekünk az új karakternek a mumusa, így összességében elégedett vagyok ezzel a ládanyítással. Persze lehetett volna sokkal jobb, vagy rosszabb. Annyira jó ez a, ha így, srácok, zseniális. Szóval se legtetsz, amit látok, mindenféleképpen iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, ez egy hatalmas segítség. Nekem is köci szépen. Illetve én Andorrajá voltam, és igazából elkezdtük a videó végéhez. Én azt kívánom nektek, hogy legyen nagyon szép és boldog szünetetek, hogyha van stíz szünetetek, mint nekem. Ha nincsen, akkor viszont kitartást kívánok ehhez a héthez is, hisz még csak hétfő van, nem, nektek ked van, hisz ezt a videót előre vettem fel. Szóval nektek ked van, és még az a hét elején van, de kitartást kívánok nektek hozzá, hogy bírjátok ki ezt a hetet, élvezzétek. Legyen jó hetetek, aludjatok sokat, egyetek finomat, dolgozzatok keményen, tanulj szorgalmasan, élvezd az életet, legyen boldog ember, én ezt kívánom neked, hisz ez a legfontosabb, hogy élvezd az életedet, hisz ha élvezel az életedet, akkor haladsz előre, akkor nem semmi, ami megakadályozhatna, hisz te boldog vagy, nem? Aztán én ezt kívánom nektek, srácok, legyetek nagyon-nagyon király emberek, legyetek becsületesek, jó emberek. Én Andorrajá voltam, még egyszer hadd meg, hogy itt voltatok, remélem élveztétek a mai videót, ha igen, mindenféleképpen like, feliratkozás ér még mindig, a megosztás az mindennél nagyobb segítség nekem, persze a feliratkozás után, szóval köszönöm szépen, hogy még esetleg ilyennel is támogatnátok engem, illetve a munkásságomat, tényleg sokat jár nekem, ezúttal is hadd köszönjem meg, hogy itt voltatok és eljutottatok ideig a videóba, én még mindig az az ember vagyok, aki itt ül a széken, nem pedig te, aki nézel egy másik székről, vagy ágyról, és esetleg a WC-ről. Na, de sziasztok, srácok! Hello!